A márciusi áremelkedést követően ismét drágulnak a tejtermékek. Stábunk annak járt utána, hogy milyen mértékű áremelkedésre számíthatnak a vásárlók, hány százalékos lesz az emelés, várható-e az áremelkedés miatt visszaesés a fogyasztói keresletben. Ahogy stábunk megtudta, várhatóan 20-25%-kal drágulnak a tejtermékek. Van a vödrös tejfölünk, ami 750 g-os, az most per pillanat 730 forintért adjuk. Ez körülbelül itt is olyan 25 forint volt az áremelkedés. Van a 315 g-os tejfölünk, az 295 forint, itt is körülbelül ez a 25 forintos áremelkedés jellemző. Van a 150 g-os kis tejfölünk, 150 forintért adjuk, ez is 20%-os szintén. Itt is körülbelül ez a 25 forintos áremelkedés jellemző. Ebben a kisboltban az eladó mutatja, hogy elsősorban a vásárlók a tejautomatából vásárolnak. Ennek az a lényege, hogy ebben az ember nem érintkezik közvetlenül a tejjel. Teljesen zárt rendszerben van, ez 4-5 fokra lehűti a tejet, tehát a lényege a hűtés. Adagolja, liter, másfél és két liter, általában műanyag flakont hoznak, de teljes kannába hozza a vásárló a flakont. Kiadagoljuk a tejet. A legkeresettebbek, mint például a tejföl, a túró, a tejfogyasztói árában bekövetkezett áremelkedés várhatóan befolyásolja majd a vevők vásárlási szokásait. Egy átlag családban azért a napi 2 liter tej, tehát ide inkább idősebbek jönnek a házi tejért. Azért a 2 liter megy el naponta családonként. A karcagi Cserhát kisboltjában a vevők kisebb mennyiséget vesznek a konyhájukra. Én nem sokat, mert laktózérzékeny vagyok. Én nagyon kevés tejet fogyasztok. Inkább tejföl, azt is kiflivel, zsömlével, kenyérrel, meg trapista sajt, ami nem egy olcsó dolog. Tehát valamilyen formában tejterméket juttatok a szervezetbe. Hát az ember a hasán ne spóroljon, mert egyszer élünk. Hát a nadrág szíjat majd összéphúzzuk, és megvesszük úgy a tejterméket, mint a kenyeret, a pékárút. Mert alapvető élelmiszer, és erre szükségünk van. Nem azt mondom, hogy nem kellene a gazdáknak mondjuk jobban finanszírozni, vagy valami, de azért, aki például itt vidéken kispénzű emberek vannak, azoknak elég súlyosan érinti. Nem örülök neki, mert sok kicsi sokra megy, ugye mindennek emelkedik az ára, minden tejterméknek,